Szivárványos táblákkal és rigmusokkal készültek a tüntetők. A szeretettes családá, nem egy rendelet! Egyetlen autóból kiabáltak csak rájuk. Kocsos! Pár érdeklődő viszont csendben hallgatta a meleg szervezetek és szimpatizánsai kifogásait az önkormányzati rendeletük ellen. Amennyiben például egy ilyen szöveget valaki megmutat, vagy nyilvánosan közzétesz, ez ugye nem a alaptörvény által elfogadott családfogalmat tükrözi vissza, akkor elvileg 150 ezer forintos bírság lehet ennek a következménye. Az ásotthalmi önkormányzat ugyanis novemberben olyan rendeletet fogadott el, mely szerint például helyben tilos a műezzin tevékenysége, vagy a testet és fejet elfedő burka viselése. De ugyanígy tilos, idézzük, bármilyen olyan jellegű propaganda tevékenység megvalósítása, amely a házasság intézményét nem az alaptörvényben rögzítetteknek megfelelően egy férfi és egy nő között létrejött életközösségként mutatja be. Ön látott már arra példát, hogy bármi olyat csináltak volna itt ezen a településen, amit megtiltottak a rendeletben? Nem. Még nem. Minket nem zavar. Akkor miért kell megtiltani? Ezt nem mi tudjuk. Nem mi hoztuk ezt. Nekünk semmi közünk se hozzá. Mi ásatalmiak vagyunk. Tiszteljük, becsüljük. Bárki bejön a faluba hozzánk. A polgármester sem mondta el a tüntetőknek, miért volt szükség a rendeletre, hisz csak azután állt kamerák elé, hogy ők elvonultak. Demokrácia van, mindenki elmondhatja a véleményét, szabadon gyakorolhatja a gyülekezéshez való jogát. Természetesen attól, hogy egy tucatnyi ember Budapestről és Szegedről, más településekről idejön, nem befolyásolják a demokratikusan megválasztott képviselőtestület, illetve a polgármester munkáját. Természetesen a rendeletünk az továbbra is érvényben marad. Ez viszont nem biztos. A Társaság a szabadságjogokért munkatársa szerint ugyanis a rendelet alkotmányellenes. A lelkiismereti szabadságot és a véleménynyilvánítási szabadságot korlátozza ez a rendelet, méghozzá mindenféle értelmes, észszerű cél nélkül. Ezért azt tervezik, ombudsmanhoz fordulnak, hogy az ő eljárása után az Alkotmánybíróság megsemmisítse a rendeletet.